Csokék ittak egy pár sört, és az azt jelenti, hogy most két napig kiesnek a Pixisben. Képtelenek összeszedni magukat, meg ahhoz is fáradtak, hogy elmenjenek enni. Ez náluk egy feladat. Azok a nagypapám előbb fölkelne egy ilyen ivászat után, szerintem simán. Kriplik. Lehet, hogy innának egy jó teát, vagy reggeliznének, mint mi. Miért olyan nehéz ez? Inkább így feltrengenek, hogy... Üdv, ez itt a Hatlépés, továbbra is keressük a válaszokat az internet legégetőbb kérdéseire. Ez itt a ritkán adott válaszok harmadik része. Milyen munkát ajánlanál egy életunt, ronda, semmire kellő embernek, akit semmi sem érdekel és nem ért semmihez? Lidl kasszázás. Most nettó 2.38-ot fizetnek. Mi az, hogy semmi nem érdekel? Mindig az a bajom, hogy annyi jó dolog van a világon, és annyi fajta dolgot lehetne csinálni, és majd max. Egy vagy két dologban leszek jó. És tényleg végtelen lehetőség van, és közben ott vannak emberek, semmi nem érdekel. Kukás. Szerintetek hol lehet szexpartnereket találni? Hol nem lehet, mindenütt lehet. Én sokáig abban a tévhitben éltem, hogy majd a Tinder lenne hát. Szinte bárhol. Engem például múltkor a Bla Luisa téren leszólított egy kurva. De mondtam neki, hogy ne haragudj, de én nem akarok veled szexelni. És ott hagytam. Éreztem, hogy én nem akarom a testnedveimet vegyíteni vele. Nektek volt már paranormális élményetek? Nekem még nem volt, és érdekel a téma. Bár lett volna. Akkor el tudnám mesélni. Illetve pillanat. Volt egy. Gömbvillámoktól nagyon félek, az paranormálisnak számít. Egy barátomnak a nagyapját egy gömbvillám jelentem meg, és azóta rettegek. Bármikor bejöhetek. A mama mondta, hogy biztos, hogy vannak szellemek, és akkor mondta neki a nagynéném, hogy akkor majd... Vagy amikor a mama esetleg szellemként majd visszatér, akkor kopogjon hármat így meg úgy, és akkor majd... Nagynéném meg akkor majd tudja, hogy ő az, és tényleg meg is történt állítása szerint. Azt mondta, hogy ő teljesen megnyugtatta ez. Hát engem kicsit felzaklatott én. Én amúgy sok házban gondolom azt, hogy így szellemek kísértenek, és ilyenkor, hogyha egyedül vagyok otthon, akkor így egy kicsit rá is tudok erre így kerázni, és akkor tudod, kattog valami lófasz a falba, és akkor én már ezért biztos vagyok benne, hogy jönnek a szellemek, meg mit tudom, hogy kinyúl a falból valami. Tehát volt egy alkalom, amikor... De ez az is lehet, hogy egy rémálom volt, úgyhogy most már inkább átfogalmaznám ezt a választ. Hát egy rémálom volt, tehát aludtam, aztán valaki bejött. Nem tudom miért, meg mit akart. De ez nem is paranormális, nem? Igen, így az ágyam fölé. Így. És feltele? Nem, örültem, hogy bejött, hogy bezzeg. A fasznak jön be, te alszok, most mit kérdezni? Kinek jönnek be a kövér lányok? Akinek a kövér lányok jönnek be, nem tudom, ez egy kialakult piaca van ennek, de amúgy nem erre építeném az életet, hogyha kövér lennék, vagy úgyis lesznek csávok, akiknek ez tetszik. Nyilván az elhízás, főleg most már, hogy egyre nagyobb probléma, akkor nem idealizálni kellene, hogy jaj, hát most már elhíztem, most már fogadjatok el így. Ja, ne vásd a kövéreket, lehet, hogy csak harmadszoros. Jó, van, oké, bazd meg, biztos van izé 1%, akkor őket tényleg nem is kell bántani, de hogy ez a további 99 is ezzel takarózzon, hagyjuk már. De van egy elmélet, mely szerint a kövérebb lányok jobbak a szexben. Ki tudja. Én nem így tapasztaltam. Megtetszett a vőlegényem legjobb barátja, mit csináljak? Bazd meg. Mármint ne, nem úgy. Helyes. Ez már egy jó dolog, ha valaki tetszik. Hát, nem tudom, hogyha tényleg annyira jó a kémia, ami mindenek, akkor tettünk a házasságát, de... Hát, hogy ez ő a saját vőlegényének a barátja. Saját vőlegényének a barátja? Az szép. Hát... Hogyan talál valaki életcélt? Te hogyan találtál, és mi az? Hát, ezt most nem fogom elmondani. Na, nincs. Nem úgy van, hogy most ez az életcélom, ezt csinálom, hanem az azért dinamikusan változik, meg alkalmazkodnunk kell a világhoz, ami megváltozik. Vannak emberek, akiknek alapból van, mit tudom én, hogy orvosok legyenek, vagy a kukás autó hátulján az a figura, aki ott kint utazik. Most ez még túl nagy szó, hogy életcél. Inkább termek legyenek, és akkor abból lesz az életcél. De az, hogy még nem tudod megfogalmazni az életcélod, az nem jelent az, hogy te
el vagy veszve, vagy stb. Gondold át, hogy miben vagy jó, mit csinálsz, mit szeretnél csinálni, és akkor... De igazából az, hogy mit szeretnél csinálni, azzal megvan egy életcél. Lakás, autó, gyerek, feleség, igen. Szokásos. Persze, nekem is ugyanez. Mi más? Nem hörcsögökkel akarok élni együtt. Az meg. Valóban léteznek szellemek vagy természetfeletti lények? Hogyne, persze. Tegnap is láttam a hármat. Dürerbe. Hát legjobb tudomásom szerint nincsenek ilyenek. Hát valószínűleg vannak, mert különben valószínűleg nem beszélnénk ezekről, meg így nem lenne benne a mindenféle az összes népnek a hagyományaiban. Valami biztosan van. Nem biztos, hogy a Buda ősi eti valós, de a szellemek ez könnyen meg lehet. Biztos, hogy rengeteg dologról nem tudom. Ki tudja, hogy az űrben még milyen cuccok vannak meg. Kimutatták, hogy van 4 dimenzió, és akkor most bazd meg, tényleg ott tényleg mi lehet? Tényleg elkezdesz belegondolni, hogy ami világot itt megszoktunk, az mennyire egy kis része a teljes világnak, és tényleg olyan dolgok létezhetnek, amit elképzelni se tudunk. De érted, vannak az élettelen tárgyak, és kialakult az élet a Földön. Lehet, hogy máshol nem az élet alakult ki, hanem valami más, amit el se tudunk képzelni. Mint amikor azt mondják, hogy te nem látsz egy bizonyos fajta színt, akkor nem tud elképzelni, milyen az a szín, de attól még lehet, hogy létezik, de ezek is felfoghatatlanok. Elmegyek kb. Fénysebességgel egy bolygóra, ezt visszajövök, akkor én öregettem 3 napot, azt itt eltelt 100 év, ezeket hogy fogjam föl tényleg? Hogy az időre hatása van a tér. Ezt nem lehet felfogni. Ha egy állattal kellene behelyettesíteni a személyiséged, mi lennél? Végre valami normális kérdés. Igen, ez a normális. Én valószínűleg kakadó lennék. Vagy papagáj. Nem tudom, egy ilyen lábon lőtt toportyán féreg. Papucsállatka. Egy nagyon-nagyon szomorú rozmár. Patkány. Hogy te? Turisták által gyakran látogatott híd mellett ülő híddíjat szedő majom. Elképesztően unatkozok. Más is van így? Nézd, 6 lépés. Nagyon jó videóink vannak, akkor addig se unatkozom. Annyi mindent lehet a világban csinálni, hogy a bánatba tudsz unatkozni? Takarodj rákhalásznak meg az idegen légióba, biztos lehet ott is izgalmas dolgokat csinálni. Rohadj meg, ha unatkozol. Örülj, hogy élsz, bazd meg. Van, aki most pár perce halt meg egy közúton egy balesetbe. Na. Rossz hád a te kérdésed, de... Annak már holnap mi? Ott már eltemetik, meg dobják, hányják rá a földet. Te meg unatkozol? Fú, de jó, hogy nem vagy itt. Te teti. Ennyi volt mára, jövő héten ismét találkozunk, kövessetek amúgy Facebookon, Instagramon, úgyhogy jövő héten ismét találkozunk, viszlát! A beleg kafét is nem kialakult attól, amikor alsós voltam, elsőtől volt egy pelenkás barátom, és mindig nagyon foglalkoztatott a tény, hogy pelenkában van. Egyszer meg is kértem, hogy hadd próbáljam ki, és adott egyet. Pelenka fét is.